Köszöntöm nézőinket, és köszöntöm itt a stúdióban vendégeinket, Néma Józsefet, a Patacs-Ráncváros Egyesület szakmai tanácsadóját, illetve Lőrinc Miklóst, az Egyesület elnökét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A devizahitelesekről beszélgetünk ma, méghozzá van egy aktualitás az ügynek, ezt gondolom mindenki tudja, hogy a bankok postázták az elszámoló leveleket. Ezzel kezdünk, aztán haladunk sorban. De akkor az aktualitása ennek beszélgetésnek akkor, ahogy említettem, az, hogy az elszámoló levelek kiküldésre kerültek, azt olvasni, hogy a devizahitelesek egy jelentős része elégedett, kisebb része elégedetlen, de vannak olyan sajtóhírek, ahol pont fordítva van. Mi a helyzet? Mit tapasztalnak önök, akik ezzel a problémával foglalkoznak? Néma József. Hát a nagyfokú igazság az, hogy én eddig még csak olyan embereket találkoztam, akik elégedetlenek, és hát az elégedetlenségnek a következő oka van. Most szembesültek azzal a kedves ügyfelek, hogy a még fennmaradó tartozásuk, a már mondhatom azt, hogy sok éve tartó rendszeres fizetés ellenére is, még mindig több, mint az a pénzösszeg, amit ők valójában kölcsön kaptak. Ugyebár itt a kormányzat azt mondta, hogy várhatóan ennek a forintosításnak az lesz majd a következménye, hogy akár a 20-30%-kal is csökkenhet majd a törlesztő részlet. Mi a helyzet? Mert valójában, volt itt egy nagyfokú várakozás, ugyebár. Igen, valójában vannak olyan esetek, hogy a törlesztő részlet hát elég jelentős mértékben csökkent, viszont azt keselíti el az adósokat, hogy a fennálló tartozásuk még több, és a törlesztő részlet csökken, és nem egy esetben annak köszönhető, hogy a futamidőt szépen észrevétlenül kitolták. Kihúzták olyan hosszúra, hogy kevesebb legyen a havi törlesztő részlet, viszont maga az összeg pedig nem változott. Így van, és hogyha ugye valaki már úgy van, hogy elviselhetetlen teher számára ez az évek óta tartó törlesztés, és hogyha el akarja adni az ingatlanát vagy autóját, és ugye így akar kilépni ebből a nehéz helyzetből, hát nem túlzottan sok szerencséje van, ugye pontosan itt azért, mert a tartozás maga az nem csökkent olyan mértékben. A forintosítás az egy nagyon jó gondolat, csak az a baj, hogy hát erős késéssel lépték meg ezt a dolgot. Ezt már 5 évvel ezelőtt legalább meg kellett volna lépni, amikor az árfolyam még nem szállt el ennyire. Uh-huh. Ugye nem mindegy, hogy 180-nal rögzítették volna, és így ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy nagyon nem értek egyet a miniszterelnök úrnak azzal a nyilatkozatával, amit többször lehetett hallani, hogy ők 5 évig harcoltak a bankokkal. De erre következőt tudom csak mondani, hogy van a szerződés megkötések a hatályos polgári törvénykönyvnek egy olyan paragrafusa, valójában, hát ők most ezzel éltek a forintosításnál, hogy ugye a jogszabály módosíthatja a szerződés tartalmát, és kimondhatja, hogy ez akkor is részei, ezek akkor is részei a szerződésnek, ha a felek eredetileg ettől eltérően állapodtak meg. Tehát most se történt más, mint gyakorlatilag egy jogszabály révén módosították a szerződéseket. Igen, viszont a miniszterelnök azt is mondta, hogy ők elmentek a falig. Tehát addig, ameddig elmehettek, addig ők elmentek, nem igaz? Na most én erre következőt tudom mondani. Most is csak azt tudom előhozni, hogy nem értem azt, hogy miért kellett harcolni, mikor a törvényi lehetőségek megvoltak már nagyon régen arra, hogy a törvényhozó testület ezt a forintosítást meglépje, és én már több mint 5 évvel ezelőtt köztársaság elnöki hivatalig elmentem ebbe a témába, és kértem a segítségüket. Nagyon számomra meglepő gyorsan megkaptam a válaszlevelüket, mai napig őrzöm eredeti példányba. Ők 15 napon belül válaszoltak, és következőkkel kezdték ezt a levelet, hogy hát ugye nekik erre hatáskörük nincs, stb. És akkor én egy kicsit úgy ideges lettem, mondom, már megint a szokásos dolog, viszont utána olvasom tovább a levelet, és akkor írják azt, hogy az ön által felvetett problémák jogalkotási problémák, és azt javasoljuk, forduljon az országgyűléshez,
ezzel a témával kapcsolatosan. Én annak idején megpróbáltam megkeresni a különböző pártoknak a képviselőit, meg kell, hogy mondjam, hogy se jobb, se bal oldalon álluk közül senkit, olyan nem találtam, aki nekem segített volna, de azért az már bebizonyosodott, ugye, hogy amit ők akkor leírtak, az igaz volt, hogy a jogszabály ugye módosíthatja a szerződéseket, és ha a parlament ezt a forintosítást ugye nem most hozza össze, hanem 5-6 évvel ezelőtt, akkor azért az emberek valamivel jobb helyzetbe kerültek volna, mert azért a tartozásuk és ebből kifolyólag a törlesztő részletük azért lényegesen kevesebb lenne, mint most. Tisztázunk egy-két alapfelvetést, hiszen itt a kormányzat is azt mondja, hogy ők abból indultak ki, hogy a hitelt azért ki kell fizetni, törleszteni kell, ki kell fizetni előbb-utóbb. Önök ezzel egyetértenek, gondolom, csak azzal nem értenek egyet, hogy ilyen mértékű teher legyen ezen a hitelen. Itt gondolok kamatra, meg mindenféle egyéb járulékos nyereségre, ami persze a bankhoz megy. Igen, itt én a következőt mondhatom azt a kérdést tenném föl. Itt ugye az ügyfelek vajon milyen szándékkal fordultak a bankokhoz és egyéb pénzügyi vállalkozásokhoz? Ugye nekik az volt a céljuk, hogy pénzkölcsönhöz jussanak. Tehát egyértelműen ők azzal a szándékkal fordultak oda, hogy a finanszírozó cég részükre pénzkölcsön nyújtson. Na most ugye itt vannak, amiket egyszerűen nem lehet hallani semmilyen fórumon, hogy mi a pénzkölcsön nyújtásnak a fogalma. Én azt mondom, ez egy nagyon lényeges dolog, ezt nem én találtam ki, amit mondok, a hitel és pénzintézeti törvényben benne van, most nem akarom a vonatkozó paragrafusokkal fárasztani az embereket. Gyakorlatilag pénzkölcsön nyújtás hitel, illetőleg kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása. Nagyon lényeges, ami most jön, vesző, amelyet az adós köteles a szerződésben meghatározott időpontban kamat ellenében visszafizetni. No most, ha kicsit elemezzük ezt a rövid mondókát, miről van szó, mit mond a rendelet? Tehát pénzkölcsön nyújtás az, amikor az adós részére bocsátják az általa kért kölcsönösszeget, de ugye a rendelkezésre bocsájtott pénzösszeget kellene, és kamatait pénzkölcsön nyújtás esetében visszafizetni. És itt mit tapasztalunk? Nem az adós rendelkezésre bocsájtott pénzösszeget és annak kamatait követelik vissza, hanem a folyósításkor aktuális deviza árfolyamon számolt tartozásnak a jövőbeni előre meghatározhatatlan forint ellenértékét. Tehát ez nagyon messze van a valós pénzkölcsönnyújtástól, és még annyit, hogy a polgári törvénykönyvnek mutatom az 523 paragrafus egybekezdése is, ugye azt mondja, hogy kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy egyéb hitelező köteles meghatározott pénzösszeget bocsátani az adós rendelkezésére, az adós pedig köteles a kölcsönösszegét, ugye megint ott vagyunk, és meg lehet nézni a hitelintézeti fogalomtárba, hogy mi a kölcsön fogalma a pénzösszeg rendelkezésére bocsátása. Tehát valójában a kölcsön összeg egyértelműen nem lehet más a törvény szerint, mint a rendelkezésre bocsátott pénzösszeg. Azért több bírósági ügy volt itt a devizahitelesek ügyében, és hát kuriáig eljutott ez az ügy. Nem tűnt fel ez senkinek, vagy sehol sem jött elő ez a probléma, amit ön említ? Én a következőt tudom mondani. Ugye én egy ügyvédirodával működök, tehát ővelük dolgozok együtt, és az ügyvédnő szinte, heti szinten, mikor találkozunk, akkor fölveti ugyanazt, hogy te azt mondja, a mai napig nem láttam, nem találkoztam ezekkel az érvekkel. Most én erre azt tudom mondani, hogy minden megtalálható a törvénybe, és pontosan itt, ugye hát ez a nagyon érdekes dolog itt, amit ön is kérdezett, hogy hát más ez, hát hogy ezt eddig nem vetette föl. Sajnálatos módon azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok ugye ítéletet olvastam én is a neten, és elnézést nem tudok másképp fogalmazni. Ugye nem egy esetben azért dőlt el egy per kedvezőtlenül az ügyfél számára, mert az őt képviselő ügyvéd
nem tud a csípőből visszatüzelni. Most erre megint azt tudom mondani, hogy bármennyire is hát furcsán hangzik a dolog, ez egy külön szakterület, és én gyakorlatilag tehát egy darabig küzdöttem eleve azért, hogy találjak egy olyan ügyvédet, aki elvállalja, aki nekünk ebbe segíteni fog. Erre évek mentek rá. Itt két dolog volt. Az egyik az, hogy szakmailag ki az, akire esetleg lehet alapozni, a másik pedig az ügyvédi költség. Volt, ahol úgy ítéltük meg a dolgot, hogy szakmailag össze tudnánk jönni, viszont ugye olyan ügyvédi költség volt, a kölcsönösszeg 5-6%-a lett volna, és azért azt senki nem gondolja komolyan, hogy az az ügyfél, akinek nehezére esik kifizetni 25 000 forint törlesztő részletet, ő majd ugye zsebből ki fog vágni 200-300 000 forint ügyvédi költséget, ugye ráadásul melyiknek az első felét már akkor le kell tenni, amikor ugye oda megy a kedves jogi képviselőhöz. Így van, meg hát a bankok ügyvédei ellen azért, hát ott egy egész hadsereg készen létben, úgyhogy elég nehéz ügy. Egy kicsit érjünk át az Egyesületre is, hiszen Pécset mondhatni először karolták fel ezt a problémát, vagy fogták össze, mármint olyan értelemben, hogy tényleg, mint egy egyesület, összegyűjtve a károsultakat, megpróbálva nekik segítséget nyújtani, sőt, pertársaságot is alapítottak. Hogy állnak most ezek az ügyek, illetve most a forintosítás után egyáltalán a perek lehetősége, vagy a jogi helyzet, ez hogy alakult? Mert most így kívülről nézve kicsit bizonytalankodom én is. Igen. Hát 2010. február 1-én kezdtük ezt a tevékenységet, tehát több mint 5 éve. Azt minden túlzás nélkül mondhatom, hogy minőségi változás akkor következett be ebbe a tevékenységbe, amikor a Néma József úr és az ügyvédnő, akit említett József, nevesítsük is, dr. Molnár Bea, aki csupa nagybetűvel Molnár Bea asszony, aki egy tüneményes szakember, segíti az ügyünket. Azért is kezdtük el ezzel foglalkozni, mert nagyon sok egyesületi tagot is érintett, és ők nem szórakozásból, nem felelőtlenül vették föl, hanem vállalkozás bővítésre, és akkor kicsit morózus vagyok, amikor azt mondják, hogy felelőtlenek voltak a hitelfelvők. Biztos, hogy volt ilyen is, de most könyörgöm, hát Pécsvárosa is el volt adósodva, itt a városházának van jogi és igazgatási főosztálya, vannak közgazdászai, vannak pénzügyi szakemberek. Ők miért nem olvasták el az apró betűs részeket? Igen, volt deviza hitel. Igen, és azt milyen ügyesen megoldotta az állam. Na most hagyj reagáljak én is ezekre a dolgokra, amiről itt Néma József sokkal szakszerűbben beszélt, mint én. Világosan látszik, hogy sem a forintosítás, sem a banki elszámoltatás, de még a fair bankok törvény, amit úgy nekünk nagyon fölvezette kormányzati propagandával, nem oldotta meg a devizahitelesek ügyét. Mi 2010 óta számtalan javaslatot, számtalan fórumot tartottunk, ahová meghívtuk valamennyi parlamenti párt képviselőit. Már akkor javasoltuk a forintosítást, és ha jól emlékszem, Józsefbe sokkal profibb nálam, 2010-ben 260 forint volt az euró árfolyama, és 180-190 körül volt a svájci frank árfolyama. Tehát jóval kedvezőbben jártak volna a hitelesek. A másik ilyen dolog, hogy sajnos ugye bizonyos megfontolásokból túl nagy reklámot kapott ez a sokadik devizásmentő csomag, tehát mondták, hogy jelentősen csökken, elszámoltatjuk ilyesmi. Nagy volt az elvárás. Tehát nagyon magasra verték az emberek várakozását, és most nagy a csalódás, és én is olvastam, meg láttam sajtótájékoztatót, ahol egyik miniszter azt mondta, hogy a 70% elégedett. Hát mi pont más tapasztaljuk, mert amióta megkapták ezeket a leveleket, azóta
ilyen nappal az örök a telefon, és nem győzöm a ügyfeleket irányítani Józsihoz. Most is olyan helyre megyünk majd innen az interjúról, ahol nagyon rendesen fizető ügyfelekkel volt szó. Amikor elkezdtük ezt a tevékenységet, két dolgot hangsúlyoztunk. Az egyik az, hogy a hiteleket vissza akarjuk fizetni tisztességes feltételekkel. Soha nem javasoltuk, mint egyes más ilyen deviza alapú mentéssel foglalkozni, hogy ne fizessenek. Soha nem javasoltuk. A egyik legrosszabb konstrukció. A másik dolog az, hogy sok olyan esettel találkoztam, én ez a múlt héten körülbelül 30 szerződést néztem át, hát nem vagyok olyan jó szakember, mint a Józsi Néma úr, de azért láttam már egy-két szerződést, nehezen követhető, nehezen értelmezhető. A másik tényleg, hogy utolsó kettőt, amit most napokban láttam, 60 ezer forintról 40 ezerre csökken a törlesztő részlet, de az utolsó 2-3 részlet 500 ezer forint lesz. Tehát amit elengednek most, azt az utolsó kettőn majd behajtják, és a futamidő újra kitolódott 17-20 év közé. Tehát ez egy igazi rabszolgaság, aki most olyan 50 éves, az 70 évesen is még fizetni fog, és ugye a nyugdíjból nem biztos, hogy ez sikerül, mint a munkabérből. Tehát azért mondom, hogy magasra verték a várakozásukat, és most jogos a csalódás. Tehát, és továbbra is azt tudjuk javasolni a pertársaság tagjainak, azon ügyfeleknek, akik hozzánk fordulnak, hogy perelni kell. Tehát perelni bírósághoz kell. Megáll ez még? Hogy áll meg ez az ügy? Mi alapján akkor? A következő van, ugye a napokban kaptam én is arról tájékoztatást, hogy az Alkotmánybíróság valójában elutasította annak a három bírónak a kérését, javaslatát, akik azzal álltak elő, hogy el kell azt törölni, hogy az árfolyam kockázat tisztességtelensége révén lehessen pereket beadni. Na most ezt, hála Isten, ezt az Alkotmánybíróság ezt elutasította. Igen, a kúrián született ez a döntés. Így van, és gyakorlatilag tehát lehet az árfolyam kockázat tisztességtelenségét támadni. Na most itt ezzel az egész devizahiteles problémával kapcsolatban én azt mondom, hogy engem nem nyugtattak meg a kúriának a jogegysége határozatai. Egyáltalán nem nyugtattak meg. Ugyanis, amit a 2014-es jogegységi határozatban kimondtak, hogy kedvezőbb kamat mérték ellenében az árfolyam kockázat, ugye alapesetben, teljes mértékben, fölső korlát nélkül a fogyasztót terheli. Hát én nem hiszem azt, hogy ez összeegyeztethető a józan fölfogása, mert az köztudott dolog, és nem lehet ezen vitázni, hogy mindenkinek a fizetőképessége véges. Tehát bárkire egy olyan fizetési kötelezettséget terhelni, amelyiknek nincs felső határa, az megítélésem szerint abszurdum. De ugye itt nem csak az én megítélésem a lényeg, PTK 228 paragrafus 3 bekezdés azt mondja, hogy a lehetetlen szerződési föltétele, lehetetlen kikötés, az semmis. No most itt viszont, és azt hiszem, ezt már nem csak egyedül mondom, hogy itt a kúria, ezzel a jogegységi határozatával gyakorlatilag nem csak jogértelmezést végzett, hanem fölülírt egy érvényben lévő hatályos törvényi előírást. Na most Magyarország alaptörvényében megtalálható, hogy törvényt köztársasági elnök, a kormány, országgyűlési bizottság és országgyűlési képviselő kezdeményezhet. Tehát még ők se alkothatnak, kezdeményezhetnek, de valahogy a kúria ezek között nincs felsorolva, és hát én ezt elfogadhatatlannak, és megítélésem szerint tehát nagyon nagy hibának lehet ezt a dolgot így minősíteni. És az alapján lehet perelni, és akár most gyakorlatilag mi ezzel kapcsolatban alkotmányjogi panaszt szeretnénk beadni, és ha már itt tartunk az alkotmányjogi panasznál, sajnálatos módon ugye ezzel kapcsolatban
mikor bújja az ember a különböző törvényi leírásokat, olyan dologgal találkoztam az alaptörvénybe, hogy az alaptörvényünk egyik cikkelye azt mondja, hogy a bírák függetlenek, tevékenységükben nem utasíthatók, kizárólag csak a törvénynek vannak alávetve. Egy számmal odább eső cikkely azt írja, hogy a kúria, a bíróságok határozott bíróságok részére egy kötelező jogegységi határozatot hozhat. Most akkor én nem tudom, akkor ugye egyszer az van, hogy nem utasíthatók, a másik az, hogy kötelező határozatot hozhatnak, akkor ez megítélésem szerint ugye éppen olyan, hogy én azt mondom, hogy én önt nem utasíthatom, de köteles azt csinálni, amit én mondok. Ez egy olyan érdekes dolog, hát ezzel kapcsolatban is, mert ezt mi ellentmondásosnak tartjuk, az alaptörvénynek ezt a két cikkelyét, és hát szeretnénk az Alkotmánybírósághoz fordulni, és semmi esetre se lehet egy szerencsés dolog az, hogy a bíróságokat kötelezik arra, hogy egy kötelező iránymutatást kell nekik követni, és annak alapján kell a döntéseket meghozni. Egyszer az, hogy én nagyon sok kölcsönszerződéssel találkozok, és tényleg szinte minden ügylet más és más. Tehát nagyon-nagyon nem egyszerűek így ezek a dolgok, és ugye részünkre hát elég elszomorító az, hogy ugye gyakorlatilag olyan dologért kell bíróságra menni. Én nagyon régen, amikor még ugye Miklóssal az első időszakban összetalálkoztunk egy ilyen kis fórumon, és akkor ott én egy kicsit-kicsit úgy összevitáztam egyik országgyűlési képviselő úrral. A következő miatt ő azt mondta, hogy nem lehet jogi lépéseket tenni a deviza alapú kölcsönökkel kapcsolatban. Én meg azt mondtam, hogy én mondok három olyan paragrafust, amelyik megalapozza az összes létező deviza alapú kölcsönszerzésnek a semmiségét. Én nagyon rövid leszek. A hitel és pénzintézeti törvény 77 paragrafus 1 azt mondja, hogy a pénzügyi intézmény köteles meggyőződni a kihelyezés megalapozottságáról, ugye az illető képes lesz a kölcsön visszafizetésére. A 78 paragrafus meg kell győződni a fedezetek egyéb biztosítékok meglétéről, valós értékéről és érvényesíthetőségéről. Na most tekintettel arra, hogy nem lehetett előre meghatározni, hogy az illetőnek mennyit kell fizetni, ugye nem lehetett meghatározni, hogy mennyi lesz x idő múlva tartozása, akkor kérdem én, hogy meg lehetett azt állapítani, hogy vissza tudja fizetni az illető, mikor azt se tudták, hogy mennyit kell neki fizetni. Tehát ez se. Na most gyakorlatilag ugye mivel szerződéseket mégis megkötötték, nem vitatható, hogy a szerződések a hatályos jogszabályok megkerülésével jöhettek csak létre, így viszont PTK 200 paragrafus 2 azt mondja, hogy semmi sem a szerződés, amelyik jogszabályba ütközik, vagy a jogszabály megkerülésével jött létre. Így van, hát akkor a szavaiból... Ezért nem értem ezt, hogy miért kell még perelni. Igen. Azért a szavaiból azt veszem ki, hogy sokan azért a bíróságot választják a forintosítás elszámoltatás után is, és hát akkor újra az Egyesület kap majd főszerepet, hiszen ezeket az igényeket próbálja összefogni, összegyűjteni. Természetesen csak annyit szeretnék mondani, amit a Néma úr mondott, hogy a kúria elég szerencsétlenül nyúlt ehhez a kérdéshez, mert az árfolyam kockázaton múlik az árfolyam rés, ez egy nagyon kis, mert ugye az adott pénzintézet és a Magyar Nemzeti Bank középárfolyam közötti különbség az ugye elenyésző ebbe a kérdésbe. A másik, mi nem szeretnénk mutogatni, hogy ki mit rontott el. Itt igen, és súlyos hibák történtek, de most akkor lépjünk előre, mert ez egy komoly probléma. 5 évvel ezelőtt is az volt, most is az, és ugye ahogy elnézzük, itt 20 évre is kitolták a futamidőket, lehet, hogy 20 év múlva is gond lesz. Tehát össze kell fogni, és egy olyan megoldást kell találni, ami most már tényleg megoldja ezt a gondot, mert ebből nagyon nagy baj lesz. A másik, az 1000 milliárd, igen, majd, hogy nem, amit visszaadnak, igen, a bankok, az akkor nem megoldás? Hát ez így úgy nagyon jól hangzik, de Kovács Józsefnek, Gipszjakabnak az az érdeke, hogy hogy az ő törlesztő részlete, az ő hitele hogy alakul. De amikor azt látja, hogy fizettem 6-8 évet, és majdnem visszafizettem a hitelemet,
papíron legalábbis. Igen, és úgy, akkor úgy most még többel tartozom, akkor egy kicsit elkesedett. És a másik, hogy a Magyar Nemzeti Bank pedig ezen a ügyleten igen jól járt, most mondjuk ki, olyan 130-140 milliárdos hasznot realizált ellen, amit különböző befektetésekbe, és ha azt is mondjuk a devizahitelesek megsegítésére fordította volna, egy 3-4 százalékkal szerintem, én nem vagyok olyan nagy, lehetett volna csökkenteni a törlesztő részleteket, de különböző vásárlásokat eszközölt. Azért mondom, hogy ezek dühítők, és sok embert irritál. És ezért dühösek most, és ezért nem értem ezt a nagy hurrá optimizmust. Mi örülnénk a legjobban, ha nekünk nem lenne gondunk, vagy dolgunk, és azt mondjuk, hogy befejeztük a per... De nem. Nagyon sok gond van, és tényleg most már, és ugye vannak olyanok, amivel nem is foglalkoztak, gépkocsi hitelek, egyebek, és ugye a gépkocsi hitelnél is mehet a lakás is. Így van. A lakás is, ami igen. Ugye még... Visszatérve a beszélgetésünk elejére, aki megkapta az elszámoló levelet, elégedetlen, azt mondja, hogy nem erre számított, nem járt jól, mit csinálhat? Fordulhat a bankhoz, ugyebár hivatalos verzió szerint, de hogyha mégsem elégséges az a megoldás neki, akkor, mit tegyen? Akkor a végültető testülethez fordulhat az elszámolással kapcsolatban, és sajnos ugye itt van megint az a dolog, ami erősen felháborított. Nem tudok más mondani, jó, én egy háborgó léleg vagyok, ifjúkorom ellenére, de gyakorlatilag azt kell, hogy tapasztaljam, hogy megint ugye oda lyukadtunk ki, hogy az alapvető emberi jogokat korlátoznák azzal, hogy panasszal csak a békéltető testületig lehet menni, és ott vége ennek a dolognak. Miért tiltották meg azt, hogy esetlegesen független bíróságon próbáljam én ezt a dolgot tisztázni? Miért tiltották meg? Termentesítik a bíróságokat? Azt hiszik, hogy ezen a szinten... De valahogyan ezek az ügyek így nem fognak megnyugtatóan lezáródni. Ez az egyik. A másik pedig az elszámolás forintosítással kapcsolatban. Nagyon-nagyon fölháborít az, hogy megint sok-sok évre kimutatták az illetőnek a törlesztő részletét, és lehet, hogy már 3 hónap múlva változni fog az a törlesztő részlet, ugyanis csak a kamat felárra ad az állambácsi garanciát. Ugye az ügyleti kamat két részből áll, ez a referencia kamatnak nevezett valami, ugye most azt mondják, hogy a 3 havi bubor, plusz az úgynevezett kamat felár. Na most pontosan ez, hogy a 3 havi bubor, ez benne van ugye eleve, hogy 3 havonta ez változhat, sőt nem 3 havonta, akár hát havonta, mert mindig az elmúlt 3 hónapot veszik ugye figyelembe. Tehát itt ugyancsak megint szembesülhetnek majd a kedves ügyfelek azzal, hogy az elszámoló levélbe föltüntetett törlesztő részlethez képest lehet, hogy jóval többet fognak fizetni. Én ezt megint egy kicsit csúnya megvezetésnek tartom. Akkor újra mehetnek az egyesülethez, ugyebár? Igen, igen. És ez nagyon reális veszély, amit a Néma úr mondott, mert ugye ez a 3 havi bubor. Nem tudjuk, hogy változnak a valutárfolyamok. Ki gondolta a 140-es, 160, de még a 180-asnál is, hogy 300 forint fölött is lesz a svájci frank. Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, és ez a 20 évre előre senki nem tudja, hogy mi fog változni. A másik dolog pedig továbbra is mindenkit arra biztattunk, hogy fizetni kell, de viszont jogi úton kell igazságot szerezni a követeléseinknek, mert másút már nem nagyon. És az alkotmánybíróság után esetleg az alkotmánybíróság azt mondja, hogy nem, még mindig lehet nem Strasbourghoz fordulni, tehát mi végsőkig hajlandóak vagyunk majd elmenni, de bízunk a magyar igazságszolgáltatásban. Tehát ezt a problémát itt hol kell megoldani. A másik dolog, amit szeretnék kihangsúlyozni, az, hogy továbbra is minden olyan parlamenti párt képviselő segítségét megpróbáljuk igénybe venni, aki hajlandó ezt az ügyet felkarolni, mert tényleg ez most egy 2 millió embert legalább érint, vagy így, vagy úgy, és 5 évet most elvesztegettünk,
És azért mondom, hogy amiket én mostanában áttanulmányoztam, természetesen olyan sok szerződést nem láttam, mint a Néma úr, de egy 30-at átolvastam, azért ez a 15-20 éves futamidő, ez megint elgondolkodtató. Így van, és hát lehet olvasni a kommenteket is, hogy mit tudom én, 20 év múlva lesz egy 47 négyzetméteres lepukkant panellakásom 50 millióért. Írja az egyik károsult például, hol jártam én jól, kérdezik. Hát igen, sokan vannak így valóban a neten olvasva a híreket, a különböző kommenteket. Hát én egyelőre nagyon szépen köszönöm, hogy vendégeink voltak, megnéztük egy kicsit civil szemmel a devizahitelesek helyzetét, így az elszámolás, forintosítás után. Most lejárt a műsoridőnk, viszont szerintem még fogunk találkozni ebben a témában. Köszönöm, hogy a vendégeink voltak. Köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra, minden jót.